Na, megmutatom már mind a három kutyát. És ritkán látjátok. Irene! Elvünk játszani. Na, csinálunk akkor egy körképet. Egy júliusi körképet. Na, gyertek! Kezdjük a kacsáknál. És a gyümölcsösbe. Kutyám lökdösi a kezemet. Nézzétek, itt vannak hátul a kacsák, láttátok? Ja, mert bolondozik a kutyám. Bolondozik a kutyám, mit csináltok, ha? A mamlaszok bolondoznak. Bolondoznak a mamlaszok, csinálj egy fényképet. A két mamlasz. Ne hagyjat kezdjetek el ugrálni fönt, ha? Mamlaszok. De aranyosak vagytok te. Két mamlasz. Na, akkor innen kezdjük a szőlőtől. Hát majd le kell egy kicsikét vagdalni. A szőlőt... Hát az első gondolattal ellentétben mégiscsak maradt egy kis alma a fákon. Na, itt voltak a kacsák teljesen. Ennek nagyon örülök. Biztos a víz miatt. Szóval akkor el fogom vinni a vizet, még hátrébb, és akkor szép lassan megszokják, hogy át kell jönni. És itt pusztítják a férgeit. Jó lesz nagyon. Szóval így van lekerítve. Mindjárt átlépek rajta. Vagy átesek rajta. Na. Jó van. Örülök neki, hogy a kacsák jól érzik magukat itt. Hát a fák mellé ültetett virágokból nem sok minden maradt, mert a csigák lerágták legtöbbjét. Azért is örülök, hogy a kacsák most ide kijönnek, és akkor szépen csinálják a dolgukat. Van már egy kis medgyem. Jó medgy, szeretem. De most a rossz gyomlommal nem próbálgatom a medgyet. Na, menjünk tovább. Nézzétek, itt a kis banán mellett is van egy ilyen virág. Gyönyörű, szép. Gyönyörű. A pampafű jól érzi magát. A másikak, amiket vettem, kipusztultak. Oka. És akkor a nagy banán. Ez is jól érzi magát. Úgy látszik. Na, a temérdek sok borbogyó, de tényleg temérdek sok, és nem sokára kinyílnak a bogyók, és akkor kezd teremni, de nagyon sok lesz, jaj, hát ebből az idén csinálok valamit. Itt már kezdenek kinyílni. Szóval az idén szerintem ebből lesz vagy lekvár, vagy szőbb, valami, amit el lehet raktározni, mert sok lesz ez. Sok lesz, és nagyon finom. Jaj, nézzétek, milyen jó. Szóval ez a magasra futtatás, ez nagyon jó ötlet ám. És nem is futtatás, felkötés. Egész fal van belőle. Ebből még lehetne csinálni kerítést, és nézzétek, milyen jó. És akkor most ezek lesznek, amik beindulnak majd nőni, mint az állat. És akkor ezek akár 4 méter hosszúra is megnőnek, lemennek a földre és legyökeresednek. No, akkor a szilva még nem érik. Még nagyon kemény, még nem érik. Hátul nem sok minden van. Ami kutya ugat a szomszédba. Még ezek se érnek, még korán van. Itt van felszaporított borbogyó, és itt is van, de van több is. Szét van ültetve, hogy nekem is legyen, ne csak nektek. Na, akkor hogy állunk tovább?
Mispel, és ezen is lesz az idén. Hát nem olyan sok, mint tavaly. Mondjuk tavaly ezen volt rengeteg. Ez többet terem. De már megint kezdődnek ezek a leszáradok ágak rajta. Na, mutatok mindjárt oltást. Oda nézzetek. Brutális ez az oltás. Ez piros alma, ami bele lett oltva. Nagyon jó sikerült ez az oltás. És itt van még egy ugyanaz a piros alma. Bele van oltva, ez is brutális. Olyan brutális, mint a Kabai Zsoltinál az oltások. Hát tőle tanultam oltani, úgyhogy csak brutális lehet. Nézzétek. Rájöttem valamire a málnámmal. Nem tesz jót neki, ha visszavágom. Szóval azok a szárak, amelyeket nem vágok vissza a tetejét, nem metszem vissza, gyorsabban teremnek. Amit visszametszek, elkezd oldalhajtást hozni, azok később teremnek. Jó, valamilyen nagyobbat hoznak, de később. Na, fekete ribizli, lát, hogy jósakom már, nekem ilyen nem is van. Na, hogy először itt a virágos kertet, megmutizom. Nézzétek a sárga virág Attilától, hú, de szépen megmaradt most már. Itt mellette a vadmák, vagy mi a rák. Itt most már kezdenek virágok nőni, amik, hát kaptam innen, onnan is a magot vettem is. Ezt tudom, hogy azt én vettem. Jaj, de szép, annyira gyönyörű ez a virág. Most hirtelen nem tudom a nevét, de ebből nagyon sokat vetettem. És most kezd beindulni. A sárgát nagyon szeretem, azt a virágot. Ott is van egy rakással. Oda majd később megyünk. Ez ugyanaz a sárga lesz, csak az nagyon hasonló sárga. Akkor a kedvenc, hú, a kedvenc, hát ez nem gyönyörű. Hát ez annyira szép, erre fényképet kell csinálni. Szóval ez, hú, ez nagyon szép. Ez egy gyönyör. Tényleg, hogy mindegyik színből van benne, ez annyira jó. Szóval erre nem lehet mit mondani, ez csak annyit, hogy gyönyör. Na. Itt növögetnek a... Ez nagyon szépen beindult. Látom, hogy ennek jobban tetszik, hogyha nincs olyan baszadék meleg. Ennek is lesz termése majd. Érdekes, hogy ezt díszedernek árulják, és ez magról szaporítja az ember, szóval ez elég érdekes dolog, mert szerintem azt lehetne tőről is biztos szaporítani. Ez nagyon szép növény lesz, viszont a termés ehető lesz. És akkor itt van a megy, ezért a földi cseresznye, vagy hogy hívjátok tik, van belőle sok. A virág a Brigitől, gyönyörű az is, az a szín, hát szóval csodálatos. Mindjárt arra megyek. Ezt meg, hát most nem nyúlok hozzá, de valószínűleg tartom, hogy lassanként egy-két tövet ki lehetne húzni belőle, és megnézni, hogy milyen vastagra nőtt már meg. Aztán, jaj, a csalánt mindenhol le kéne vágni a francba. Várjatok. Ez ne szaporodjon már itt el. Ezt most hallottam, hogy ezeket át kell raknom, a citromféléket ilyen savanyú földben, mert azt szeretik. Nagyon besárgult, nem tetszik. Jaj, ez meg kiszáradt. Nem kapott elég vizet, bassza meg. Szóval elkezdett kiszáradni. Pedig nézzétek meg, ez a lila krumpli. Ez az egyetlen egy krumpli itt a környéken, amin nincs bogár. Meg kell locsolni. Ezt is. Ez nem tetszik neki, ez szereti a vizet, nem tetszik neki egyáltalán. Ez is besárgult. A citronom se szereti, az is sárgul.
pedig ez még az eredeti földjében van, szóval nem értem. Kapott tizét is, ilyen citromtrágyát is, hogyha hívják, szóval amit szeret. Nem értem, hogy miért csinál ilyeneket. De amúgy nagyon megnőtt, és hogyha jól emlékszek, valahol láttam rajta egy citromot is, itt van. Lehet, hogy ez is megégett, nem tudom, szóval nem lesz, nézzétek meg, kiszáradt. Egyszerűen kiszáradnak a fák egymás után, nem kapnak vizet. Szóval nem tudom, mit csináljak, nézzétek meg. 2-3 napja nem tudok locsolni, és már itt vannak az első áldozatok, már kezdenek kiszáradni. Hát most hozok ki vizet a izéből, az üvegházba, és meglocsolok, mert a muszáj. Vagy pedig hát ezt nem szeretném, hogy kiszáradjon. Kezdenek most már sötétedni a termések rajta. Szóval nagyon, nagyon gyeszán néz ki ez is. Kiszáradnak a növények, nem tudom locsolni. Gondok, nagyon nagy gondok lesznek itt. Tényleg, mikor az ember azt hinni a legjobban, hogy minden jó lesz, sikerül, akkor beüt egy ilyen. Na, nézzük a szép részét a kertnek. Ezt itt visszavágtam, meg kezdett felmagzani. Azt is visszavágtam, meg ezt is visszavágtam. A szépecske, meg a szépecske a Brigitől. Ez nem tudom milyen virág, de szerintem ez is olyan lesz, mint az előbb néztem. A Brigitől a lila. Ezt még nem tudom micsoda, milyen virág. Ja, ennek a izének, a kis lilának meg van magja, szóval lehetne magját szedni. Hogyha valaki azt mondaná, hogy neki kell mag, azt hiszem. És pont nem tudom, az a magja, az a pici kis barnaság. Úgy látom. Hát nagyon nem. De az a barnaság a magja, akkor elszórom. Szerintem leszedem a magját, aztán máshová is rakok meg, hogyha valaki kérne belőle. Na, üvegház. Nézzük csak. Hát, van egy fél vödör vizem, vagy fél vizem. Trágya van benne, azért néz ki ilyen ocsmányul. Na, hol kezdjük? Szóval, a jakon, virágzik a jakon, jól érzi magát, nagyon. Egy máma egy kicsikét visszavagdaltam, szóval elvágtam az alj, itt voltam reggel, szóval levágtam neki végeit, volt, amit visszacsíptem csak, szóval ilyesmit nem hagyok meg. Ez túl hosszú, amúgy is az ilyeneket levágtam. Leszedem, mert leszakadna, hogyha ezen növeszt valamit. Itt keresztbe kötöttem egyet-kettőt. Meg kell locsolni. Nézzétek csak, sárga dinnye. Jaj, rá van comozva. Szóval fel van kötve. Nem a növény tartja a dinnyét, hanem a kötél. Akkor ott egy sárga dinnye lent. Nem tudom, hogy nézzétek meg, ez fehér, az meg barna. És barna, zöld, de hülye vagyok. Szóval ez zöld fajta, nem tudom, hogy miért két fajta. Majd meg kell kérdezni Attilát, mert tőle van a mag. A vadparadicsom, ez kinőtt ide, úgy volt vele, hogy én pedig itt vagyok, de már visszanyírtam ezt is, mert nem lehetett elmenni mellette. Ez pedig itt okra, és nézzétek csak, ott van rajta a picike kis okra. Szóval van rajta már két termésem, három termésem van. A picike kis okrák vannak rajta. Szóval lesz itt dolog. Ja, hát itt lent keresztbe kasul fut mindenki. Szóval a maxíze fut össze-vissza. Akkor nézzétek csak ezt itten. Ez meg az édes burgonya, ami itt jön fölfele. Ott is édes burgonya van. Keresztbe kasul, itt minden egybe fut. Olyan nagyon jól. Ja, és akkor maxíz egyre nagyobb lesz. Akkor van egy olyan, hogy ja, igen, nézed,
fel van töltve. Feltöltöttem szépen ezt is. Nagyon jó illat van megint, idebent virágzik a izé-mizé. Nagyon jó illatja van tényleg, de termést nem látok rajta. Most akárhogy is keresgélem, megint rengeteg virág van rajta, nagyon jó illat van, de nem találok rajta termést. Sajnos még odáig nem jutottunk el, hogy termést is hozzon. Még egyetlen egy termést nem látok, de a virágja az nagyon jó illatú, tényleg. Na, és akkor itt vannak a növénykék. A találkozóról, hát egyelőre még nincs helyük. Ezért locsolva vannak, és itt vannak. Tudom, Zoli, ezt el kéne ültetni. Lehet, hogy, hát nem tudom. Szóval tudom, hogy el kéne ültetni, de hát... Nem tudom hova. Valami böd edénybe kéne rakni, hogy a gyökérzeten ne menjen le 4 méter mélyre. Az micsoda ott a sarokba? Azt is hoztam a találkozóról. Most az is okra? Nem tudom, vagy mi? Nem tudom. Hoztam a találkozóról, ki ismeri fel, ki adta ezt? Mi ez? Nem tudom, mi az. Na jó, hát van ilyen, na, ez van. A paradicsom az Attilától, az most már kezd emberesedni. Virág még nincs rajta, de már sokat nőtt. Érdekes viszont, hogy lent aljába állandóan akar új hajtásokat hozni, amit nem engedek neki. Itt a görögdínje fut, termése nincs, és a végében van egy nagyon picike kis dínje. A paprika, itt van megint okra, amin szintén van termés, szóval hát itt görögdínje ugyanúgy, a paradicsom, szóval akkor tegnap az élőbe kiderítettük, hogy ez a fajta paradicsom itt, ez a róma. Szóval akkor mégiscsak maradni fog, mert ez finom. Itt vannak ezek az aprólék kis csilik. Hát, ha nem lenne most éppen gyomor gondom, akkor még lehet meg is kóstolnám. Aranyos kis csiliket. Ezt kiszedjük. Édes burgonya a Tamástól. Akkor ez az a csili, amit kaptunk a Krisna völgyből, szóval ez most már ilyen szép, nagyon-nagyon szép, nekem tetszik. Innen kijött egy paradicsom, erről a helyről, mert hát nem volt értelme a termésnek. Akkor itt van egy paradicsom, az égigérő, és akkor itt van egy első olyan paradicsom, amit elkezdtem visszaengedni, látjátok? Szóval idáig lefekszik a földre. Tavaly volt az, hogy próbáltam én úgy csinálni, hogy visszahajoljon, és eltörtem. Most úgy csinálom, hogy csak leengedem, és amikor lefeküdt a földre, akkor szépen visszahajtom. Szóval én láttam, nagy üzemben úgy csinálják, hogy ez a szár lejön ide, aztán vissza. És amikor ott van, akkor megint eldöntik. És akkor a végén van olyan, hogy már mit tudom én... 5-6 méter, itt lent van az alján, ilyen izékbe. És akkor most ezt próbálom itt meg, közben rájöttem, hogy a hely nem elég annak, hogyha több is van, de próbálkozok. Most szerencsém van, mert ezt itt meg tudom dönteni, azt még nem tudom, mivel rengeteg termés van rajta, viszont az a legnagyobb. Az már tényleg égigérő lett, azt már nem is tudom megállítani, szóval megy, egyszerűen megy fölfele. Na, szintén paradicsom, és alatta vannak a finomságok, paprika, na, szóval a paprika kezd ideben szép lenni, látom már van rajta hagyma, hangya, itt egy okra, szintén terméssel, hát kíváncsi leszek rá, hogy ez is milyen ízű. Azt mondják rá, hogy olyan, mint egy takony, mikor megfőz az ember, de majd kiderül.
hogy milyen lesz. Itt a nagyon nagy paprika, ami az első termését ledobta. Hát most összekötöztem és felkötöttem, mert már nagyon szét akart dőlni. Van rajta megint paprika. Itt vannak az aljába ezek az izék. Gumózellerek. Hát, ezzel nem tudom, hogy mit csináljak, szóval miért lesz ez ilyen nagy? Ez földi cseresznye, de ez a kis fajta. És én nem értem, hogy miért lett ilyen baszont magas. Egyáltalán nem értem. Én nem tudom, első évben nekem a földi cseresznye olyan alacsony volt, tök picike kis levelekkel, rengeteg sok termés, és szerintem ez megint nem a földi cseresznye, hanem az anderbér. Szóval össze vannak keverve a magok. Olyat kellene szerezni, ami az aprólék volt, az alacsony fajta. De hát látjátok. Na, itt keresztbe kasul fut mindenki. Megint, nem is tudom, hogy most azért nem dől el a paprika, mert ráfutott valaki, vagy azért akar eldőlni, mert ráfutott valaki. Szóval nem tudom. Itt látszódik, hogy egy növény, amire azt mondják, hogy nem volt futó, az ide felfutott. Keresztbe kasul nő itt nálam minden. És paradicsom. Szóval a paradicsom már jóval magasabb, mint én vagyok. Ez itt hátul, ez a legdurvább szerintem, mert alig lehet elférni. Ja, ott van még egy paprika. Ja, azon is van már paprika. Szóval ezt itt le kell szedni, majd leszedem és megmutatom, hogy dolgozom fel ezt a zöldet télire. Jaj, úgy ennék egy paradicsomot, de nem szabad a gyomrommal. Diétán vagyok, pedig úgy ennék. Na, jó van, menjünk ki. Na, meglocsoltam őket. Muszáj, szóval bentről hoztam ki vizet. Muszáj nekik. Vizet kapjanak. Ó, ennek elfelejtettem, bassza meg. Na mindegy. Majd később. Na, hogy állunk, nézzétek csak. Itt ezek a vadvirágok. Itt kaptam magokat a Kevintől. Azt mondta, hogy szórjam szét, és akkor lesznek majd szép kis növények, amit ő is elvetett a szőleje közé. Például ez egy olyasmi, ami eddig nem volt a kertemben. Ez már volt a kertemben, de ez a ő keverékéből van. Aztán nem akarok nagyon bele tapáskolni, mert látom, hogy jönnek itt majd még mások is. Itt van szép kis virágok, az a lila. Az is újdonság, szóval nagyon jó, Kevin, köszönöm szépen. Nézzétek csak itt is. Szóval ezek a mini akármik, ezek is a keverékében benne voltak, amit ide szétszórtam, de nem csak itt szórtam el, hanem a kert több részébe is szétszórtam. Úgyhogy lesz máshol is ilyen szépséges keverék. Visszamegyek ugyanitt, ahol bejöttem. Imádom eztet, majd levirágzott, akkor lekaszálom. A nád, amit kaptam a Misitől, hát ez se volt locsolva mostanában, az a helyzet. A vízhiány miatt már, hát de esett az eső egy kicsit, úgyhogy minden nap nem kap olyan sokat, de nagyon szépen megerett, szóval szép lett nagyon. Itt még nem lett tovább csinálva, mert várom a kavicsot. Ebben meg kevés a föld, meg is süllyedt nagyon. Szóval ezt most hagyom a francba. Majd ősszel fel lesz töltve. Jó van, akkor ezt kigyomláltam. Értelme nem sok volt, sajnos. A gyom elnyomta a virágos kertemet. Ki lett gyomlálva. Itt-ott még vannak pár dolog. Mi a rák az? Valami próbálat átmenni. Na, viszont van itt Mária tövis, nézzétek. Szóval Mária tövis. Vaj, de szép, annyira szép. Tudjátok, ezt Dénából hoztam, ezt már próbáltam vetni, soha nem sikerült. Ültetni úgy látom jobb lett.
Szóval a zöld trágya terület még nem lehet magot fogni belőle, szóval még nem tartott, meg ebbe a szárazságban nem fogom lekaszálni. Szóval lehet, hogy az elejét itt, ha megfogtam a magot a mézontóból, akkor lekaszálom és ott hagyom, de egyenlőre nem nyúlok hozzá, és ezt a részt pedig egyáltalán nem bántom. Majd csak ha elkezdett virágozni, vagy le is virágzott, mert persze most megint el fogja szórni a magját itt minden, de hát ez ilyen, sajnos, de ebben a nagy szárazságban nem takarítom el, szóval itt marad. Na, nézzük tovább. A bogyósokat leszedtem, vagyis mondjuk úgy, hogy szinte mindet leszedtem. Egy-kettő van még itten rajta. Sokat nem hagytam rajta. Na, a vörös almán egy pár szem van, egy-kettőt láttam rajta. Ez a vörös a belső, a véralma. Ahogy mondom, bogyósok azok leszüretelve. Nagyjából hát szilva, nem tudom, hogy mennyi lesz az idén, nem sok. Ez már majdnem levirágzott. Ezt a szőlőt is le kell a zöldjét vágni egy kicsit. Levegőt kapjon, viszont rengeteg van rajta megint, mint általában. Szóval ez nagyon jó fajta szőlő. Nézzétek meg, szóval ez mindig sok lesz rajta. Baszd meg, és basztatnak a izék, bögjök már megint. Na, nézzük tovább, hogy hol is vagyunk, ezzel mi történt itt? Mint hogyha meglett, megrángatta a szél. Nézzétek, a picike kis kivik, a kóstolók. Jó lesz ez, fú, de benőtt tagaz. Na, hát, nagyon patak ki van száradva, egy csepp víz nincs benne. Gyönyörű szép. Na, a szénát már összeszedték. Na, ez sikerült valahol úgy elvágni, hogy kipusztuljon. Jó van. Jó helyen vágtam el. Ja? Próbáltatok megint bejönni? Bassza meg, ja. Nézzétek, próbálkozik bejönni állandóan. Itt is van megint egy nyoma. Na jó, menjünk először a izére. Vissza a kertbe, ne itt bókláztunk, ahol sehol, semmi nincs. Na, most jönnek az örömök. Az öröm a szőlők, amiket tavaly rendeltem, és az idén, mikor kihajtott, azonnal elfagyott, és nagyon-nagyon-nagyon rosszul érintett, mikor láttam, hogy elfagyott. Újra kihajtottak, nagyon szépek lettek, szóval nagyon örülök neki, hogy kihajtott újra. Virág, ami már évek óta nő. Brigi, ebből küldtem neked magot. Ez az a szép lila virág, amit kértél tavaly. Hogyha ilyened van, akkor nem sokára virágzik. Ezt a területet itt majd berotálom, mert lassan jön majd a másodvetés. Ezt bemulcsoztam, hogy ne száradjon ki. Lehet, hogy ez is le lesz mulcsozva. Itt is lemulcsoztam, hogy ne száradjon ki a talaj. Még akkor, ha a csigákkal tele leszek, most már muszáj valamit csinálni, hogy ne száradjunk, teljesen kivárjunk, maradunk itt. A répa az szép, mondhatni úgy, hogy a répa az szép, egyet kihúzok, mert az jót tesz a gyomromnak, azt mondtátok tegnap. Hát pont egy olyat húztam ki, ami virágzik, hurrá. A táska meg belemegy.
A múltkor pedig szedtem fel répát. Hát nem tudom melyiket húzzam ki, az a helyzet, nagyon kise bírom húzni. Mivel... Ó, kijött. Na, szóval ilyenek a répák. Szerintem panaszra semmi okom nincs. Megtőlöm és elrákcsálom. A hagyma is lassan beérik. Nem szoktam lejárni, hogy megtörjem. Vagyis csináltam, de aztán jött rá egy eső és elrohadt a hagyma, úgyhogy nem csinálom. Ha ott az ideje, nézzétek meg, saját magától eldől, ugyanúgy, mint a izé is eldől. Fokhagyma is eldől. A bekészített föld annyira száraz, hogy nincs értelme belevetni. Most a vízhiánya főleg nincs. Saláták. Most valahogy kevesebb vagy kevesebb csiga lett a salátákon. Egy kicsikét közte kiszedtem a gazt. Akkor a magról vetett hagyma. Magról vetett hagyma. Hát, amit mondtak róla, hogy elveted és akkor az idén tudsz belőle szedni, az hülyeség. Ez tényleg hülyeség, mert nem tudsz. Szóval ez pont arra lesz jó, hogy valamikor ősszel az ember felszedi, és jövőre meg lesz neki a izéje. A duggatni való hagymája, semmi másra nem tudod ezt használni. Zöldségből nagyon kevés lett. Na várjatok, telefon. Na szóval, zöldségből nem sok minden lett, nagyon kevés maradt meg. Sajnos ez ilyen. Ami a legrosszabb az idén lett, az a lóbab, a magyar fajta fogta magát és teljesen kihalt. Eznek nem is szedem föl, itt marad, itt beszántom. A vörös fajta szintén ugyanaz, nagyon szar. Szóval szedhetnék belőle magot, ha valaki úgy gondolja, hogy neki kell, magnak fel tudom szedni, de értelme nincs. Szóval itt nálam ennek semmi értelme nincs. Nagyon rossz fajta. Csicsóka nő itt hátul, ez még a tavalyi vetésből. Persze vissza lett vetve az idén is belőle. Szeretem meg, szeretném, hogy itt izé elszaporodjon a csicsóka. Aztán itt be lett vetve fűmaggal, de lehet, hogy pont rossz időben, mert nem is nagyon látom, hogy kelt volna ki. Itt-ott kikelt belőle egy kevés kaszáló ott. Nem is fű, hanem heremaggal, ott látom, hogy kikelt. Meg itt-ott látszik, hogy kelt kifele, és virágzik is néha. Na. Látjátok, erről beszélek. Most kezd el érni. Vissza lett vágva. Ja, várjatok csak. A szőlő, a többi szőlő, ami a Kevintől jött, gyönyörűek. Ez itt a legszebb. Ez nagyon szép lett. Ahhoz képest, hogy visszafagyott, nagyon gyönyörű. Szerintem, ha nem fagyott volna vissza, akkor az idén lett volna rajta, lehet még termés is. Itt van még egy. Ez most indult be, mert eddig nem láttam. Itt mulcsoztam, és akkor még nem feküdt a földön senki. Úgyhogy most indulhatott be. A kivik, amit tavaly hoztam, még mindig itt vannak, csak le vannak rakva a földre és mulcsozva vannak, és néha locsolom. Az a helyzet, hogy a helyük, a támasztók, a négy darab támasztó, amire fel lesznek rakva, azok betonozva lesznek, és ezért pihennek még mindig itt. Még egy szőlő, ide hátra négy darab szőlő lett rakva, gyönyörű minden. Ezt azt hiszem már láttátok, és látjátok elég sűrűn. Rengeteg termés van rajta. Rajta agyom, mert jön az asszony haza. Aztán majd tud nasolni. Na, ezt itt le kell vágnom. Majd botos kaszával fogok nekiugrani, levágni. Hogy hozzáférjek itt a dolgokhoz, mert ott van a borbogyó bent. Szépen nő, nagyon. Úgy látszik, tetszik neki a gazba. Na, várjatok csak. Először itt megyünk el, az indián fű mellett.
a káposztafélék. A múltkor, amikor kitisztítottam, volt alatt a csiga, leszedtem a leveleket, és most már nem látszik rajta új rágás. Szóval úgy látom, hogy a csigák visszavonultak, meg beszórtam. Amúgy szépek a káposzták, hát még nem nagyon van feje, de kezdenek fejesedni, szóval jó lesz, ez savanyú káposztát akarok csinálni az idén megint. Ez meg bimbós kell itt, az összes, teljesen idáig, aztán itt megint káposzta. Hát annyira csak átlátszódik rajta, úgy látni lehet, hogy káposzta. Nagyon-nagyon jól látszik rajta, hogy a földi bolhák sem tudnak átmenni a hálón, nincsenek szétzabálva. Szóval jól látom, itt vannak a földi bolhák rajta, de nem bírnak belemenni a hálóba, szóval ebben nagyon jó ez a háló. Jól sikerült a büdöske farmom, ugyanúgy, mint tavaly, alul pici és magas vele együtt. A lukak, a paprikák, hát szedtem már le róla, de még nem az igazi, szóval hát van rajta, de szerintem, nézzétek meg, csiga. Ott van a csiga, megrágja ezért a tövét, aztán belerág ott is, és ott hagyja, mert nem tetszik neki, és a paprika elpusztul. Szóval nagyon károkat csinál, remélem, hogy lassan a kacsák eljutnak odáig, hogy átjönnek ide is. Meg azt is remélem, hogy ezek a paprikák, amik itt vannak, nem mindegyik fűszerpaprika. Mert hát jó, megeszem én fűszerpaprikát is zölden, de nem arra vágyok. Ezek viszont itt nagyon szépek. Fellettek töltve, és nagyon jól néznek ki. Ott is ott egy befúrás. Kíváncsi lennék erre is, hogy milyen. A tavaszi fokhagymát azt bemulcsoztam. Azt nyugodtan be lehet mulcsozni, mert a csigák nem szeretik a fokhagymát. Rengeteg sok izé van, pocok, lyuk van itt mindenfele. Betaposom őket. És akkor, ha látom, hogy ezé újra ki van nyitva, oda rakom a csapdát. Majd elmegyek és veszek még egy csapdát, mert jó működik nagyon. Na, a sor eleje, nézzétek csak. A fekete málna, vagy hívjuk annak, aminek akarjátok. Szóval finom. Finom az íze nagyon. Nem málna ízű, de szóval finom. Szóval teljesen más íze van, nem málna, de jó. Ez az egyik szépség, és ez itt a logánbér, logánberi, és ennyien már le onnan. Szóval ez, hát nagyon finom. Nagyon nagy szemű, és nagyon finom. De meg kell várni, hogy jó sötét legyen, akkor érik be. Aztán a kedvencem. Nézzétek a különbséget. Van rendesen különbség közte. Bár ez is volt már nagyobb szerintem, a szárazságtól ilyen aprólékos a termése. Mert tavaly előtt sokkal nagyobb termései voltak. Most meg nagyon aprók. Na, akkor tök. Nézzétek csak, nagyon beindult a tök. Szóval ez biztos, hogy a locsolás jót tett neki. Állandóan locsolgattam. Mindjárt benézünk ide. Szóval ez egy tök. A Lacitól kaptam. Ezt hívják úgy, hogy milyen tök? Bassza meg! Hegedűtok. Azt hiszem, azt mondta, hogy hegedűtok tök. Jaj! Várjunk csak. Itt. Ja, az egy másik fajta. Szóval,
gyönyörű szép az a tök. Nem kell neki sok hely, az tetszik nekem, mert tényleg nem csinál olyanokat, mint a másik, az nagyon fut. A nagyfajta az megy, mint a hülye. Ez a kis foltos levelű hegedű tök nem megy annyira, de sokat termel, úgyhogy tetszik. Tetszik, ez meg a fehér kukuruc, ami nagyon rosszul kelt ki. Aztán itt közben van még egy tök, ami eléggé visszafogottan nő. Még termést nem látok rajta. Nem baj, majd lesz rajta. Na, hát különféle cukkinik. Szóval az ott a rondó. Ez meg a sárga patiszon. Most már azért adja az ívet. Egyre szebb lesz, biztos egyre finomabb is. Ez is sárga patiszon, és ez is. Nagyon nagy bokor. Ez tényleg nagyon szép nagy bokrot hozott. Ez a rondó. Szerintem az már túl nagy lett, ami rajta van. Ez is a rondó. Ez itt a saját termesztésű. Ja, ez is a saját termesztésű fehér, amit összekevertem a fehér cukkinit és ezért a patiszont is, ez lesz belőle, nagyon finom lett. Na, itt van a zöld, de ahogy látom, egy már lerohadt, vagy a csigák csinálták ezt. Máma szedtem már le róla a zöldet. Na, ó, bassza meg, nézzétek meg! Be van indulva a cukkini, lehet szedni, mint a hülye. Ott is egy nagy. Te ki vagy? Fehér fajta. Én úgy emlékszem, hogy sárgát is vetettem, nem? Nem vetettem sárgát? Na mindegy. Ez az egyik. Akkor láttam már kálbásztököt. Nézzétek csak. Itt kunkorodik a kálbásztök. A virágja nagyon szép. Nagyon tetszik a virágja. Valahol máson is láttam már. Nagyon felnőtt. Most arra lennék még kíváncsi, hogy ez az uborka, ez a milyen uborka, ez a banán uborka nem hoz termést. Mert termést még nem látok ám rajta, csak virágot. Mindenhol csak virág. Egy termést nem látok róla. Vagyis rajta. Nem tudom. Pedig csipkedem vissza az izéket, hogy nőjön. Mert nő is minden fele, csak éppen termést nem hoz. Na, ott is ott van egy. Ja, az nem az a szára. Szóval ez itt azt mondta, hogy én elmentem. Elment kirándulni. A nagy tök. Kíváncsi leszek rá nagyon. Várjatok, bemegyek ide közé. Hogy is vagyunk. Szóval a baba, ami felfutott, gyönyörű. Talán erről az oldalról meglátjuk a termését. A banán ubinak. De én nem látom, csak ezeket nézzétek. És nem is egyet hoz egy helyen, hanem egyből hármat. Szóval szép. A banán ubi viszont kevésbé szép. Tényleg nem. Nem látok, csak olyan levelet látok, ami nem jó. Szóval nem tudom, hogy mikor fog termést hozni. Paradicsom. Nem tudom, melyik fajta paradicsom. Majd mikor beérik, kiderül. De az az érzésem, hogy ez valamelyik... Hát nem is az az érzésem, hanem tudom, hogy itt kint a legtöbb paradicsom, befőző paradicsom. Úgy is lettek ültetve. Ott van egy kibaszott nagy ubi. Nem is ubi, hanem tök. Jaj, de jó, egyre több tök van. Tetszik. Na, hát ez biztos, hogy az ökölszív paradicsom. Ez is szerintem, meg az is ökölszív. Ez a kedvencem. Az idén nem nagyon akarnak nőni a paradicsomok, szóval lehet, hogy el vagyok tévedve, de mint hogyha nagyon nem akarnának nőni. Ez nem Donatello. Ez mi a rák? Ez akkor a lukuluszból megmaradt egy
Ez biztos, hogy Lucullus akkor. Ja nem, ez a kabai féle. Tudom már, a kabai féle paradicsom ez, ami a Kabai Zsoltinál termett, és tavaly azért találkozón hoztam belőle, és magot fogtam. Jój! A térdem az bassza meg. Na, akkor ez itt a, mindjárt megmondom, milyen paradicsom. Koktél tomáten pipa. Ezt vettem az Aldiba. Már kérdezte a fűkasza, hogy mi van velük. Hát ez van vele. A pipával ez van. De felrakom, hát ha nem tűnik el. A kígyóúbi beteg lesz. Beteg lesz a kígyóúbi, már látom rajta a foltokat. Le kell permetelni. Az a helyzet, látjátok, már beteg. Le kell permetezni, majd csinálok neki permetlevet. Egy kis ezéből, szódabikarbóna, meg tejből. Aztán látjuk tovább. Bár akár le is téphetném addig is, hogy ne szaporodjon tovább a betegség, ami már rajta van így, eldobni a francba innen. Lopótök, ebből egyet hoztam ezéről, találkozóról. Ez biztos, hogy az én paradicsomom, mert nagyon szép. Azt kiették a tetvek. Nem a tetvek ették ki, hanem a izék. Szóval uborka az van, mert leszettem, szóval tegnap este szedtem le az ubikat. Az élő előtt azt zabáltam. A paradicsom az nagyon szép, szóval ez biztos, hogy az a paradicsom, amit a Zsoltitól van, mert ez nagyon, nagyon úgy néz ki. Itt van a csapda, ami még mindig nem fogott meg senkit, pedig nagyon remélem, hogy megfogja most már. A bab nagyon jól néz ki. Szóval itt egy babot, meg egy uborkát nyílt ki eddig a féreg, amire vadászok, azért van oda dobálva az uborka félre. Itt meg nőnek. Az uborkák csak úgy magukba, teljesen vadon. Hagyom is, hogy nőjön, van ottan saláta is közbe. Gyönyörű szép, nézzétek meg. Mondjuk nem ott nőtt, ahol kellett volna, neki már hálóra ment, és nem a hálóra szerettem volna. De hát ez ilyen. Ez így jött össze. A kukoricával jól érzem magam, szóval tetszik. A kinézete nagyon a kukoricának. Most már a bab is, szóval ez a zöld bab, ez is tetszik, jól néz ki, szép. A cirok is, rengeteg sok paradicsom van, de ezt mutattam, itt vadon nő. Szerintem termés is lesz rajta. Ez meg itt a száraz bab. Érdekessége, hogy ezek bokrokba vannak ültetve. Na, nézed már. És itt egy bokor. Aztán nincs semmi, és aztán megint. Szóval lehet, hogy túl közel raktam a bokrokat egymáshoz. Hát aztán jön a gyalázat, szóval rengeteg sok krumpli bogaram van. Rengeteg sok. És képzeljétek el, hogy múlt héten le lett permetezve nem az ollal, és akkor lehullott róla a nagy része, és most megint tele van. Nekem soha nem volt ennyi krumpli bogaram. Én nem tudom, hogy most mi van. De rengeteg van rajta, mindjárt összeszedem őket most már. És mielőtt lepermetezném, még egyszer összeszedem, hozok egy nagy vödröt, és le fogom szedegetni róla az összest. A szépséges virágom, ami virágzik. Az idén jó lett, nézzétek meg. Rengetegen vannak, rohadjanak meg. Szóval szép virágzik. Ez az izé indián kukorica. Ez is szép lett most már, hát utolérte magát szép lassan. Az a helyzet, szóval ez ilyen. De ez szóval, ez a napra forgó, ez visz mindent. Ez azért lett ide rakva, hogy egy kicsit fogja meg a szelet. Szerintem arra pont jó is lett. Akkor a bab. Milyen bab? Na mindegy.
Na, elfelejtem mindig a nevét. Milyen bab. Mindegy. A őszi fokhagyma, ezt szerintem ki fogom szedni most már, és akkor felrotálom, és a helyére jönni fog, hát még nem tudom, van egy pár növény, ami másodvetésbe ki akarok szórni, és szerintem mind a helyére fog jönni. Szóval van például egy olyan fajta, teljesen felrotálni nem tudom, mert ezt a két virágot itt hagyom benne, de hát nem tudom, szóval van olyan retek, a fekete retket ki lehet vetni már most másodvetésbe például, az pont jó lesz, akkor nem kell bántani ezeket itten, ez tetszik az ötlet, és akkor még másodvetésbe lesz nekem olyanom, hogy hogy hívják, de azt hová teszem a másodvetésbe, bassza meg. Szóval azt nem rakhatom, hát a bab után nem rakhatok borsót, mert borsót lesz másodvetésbe még, de hát azt nem rakhatom oda, ahol előtte is bab volt, meg ilyesmi. Na mindegy, majd kiderül. Hát a mák az így szép lassan, nem is tudom mit mondjak rá, hogy érik vagy rohad. Hát a mák se lett az idén, szóval nem egy gyönyör a mák se. Nagyon rossz lesz a mák szezon, meg a krumpli is. Na, ez a fajta kukorica, ez megkezd címeresedni, szuper, akkor úgy látszik, hogy ennek termése is lesz. Ez főznivaló, ez biztos vagyok, ez főznivaló kukorica. Aztán majd megnézem a videót, mindig eldöntöm magamban, hogy ezért, hogy felírom, hogy milyen kukorica, de aztán ezért baszom felírni, hanem úgy vagyok vele, majd megnézem a videót. Aztán neki mennyien vannak rajta. Mindjárt jövök, azt írtam őket kifele. Fú, micsoda csapat. Na, de ahhoz képest, hogy ennyien vannak rajta, a krumpli még elég zöld. Szóval, mintha fogynának egy kicsit. Na, amaránt. Nézzétek csak. Tavaly ugyanezt a fajta amarántot nem vetettem helyre, hanem palántáztam, és nézzétek milyen szára van. Szóval sokkal vastagabb, sokkal erőteljesebb, ha az ember helyre vet és nem palántázza. Szóval tényleg vannak növények, amiknek a palántázás nem tesz jót. És az amaránt az ilyen. Na, egy kis virág. Ez ugyanaz a szépség, ami ott van fönt, ez a rézvirág. Akkor jancsi hagyma. Szépen néznek már ki. Ugye Tibikomám? Megvárjuk, még leszárad, és akkor le lehet szedni. Mekkorák lettek, jaj! Most gondoljatok bele, egy ilyen hagymát elültettem, abból lett, mit tudom én, elágazott 3-4 fele, és akkor a tetején még hozza ide a izét. A kis piciket. És akkor van amelyik, még ezután hoz még egyet. Szóval úgy, mint itt. Hozott ott kettőt, és akkor itt jön a következő. Rengeteg sok, szóval nagyon jó. Ez a hagyma, ez szuper. Na, köles, még nincs virágzata. Ez itt a következő balatoni róka krumpli. Van rajta, ezen is bogár. Ezt most azért nem, ez már fel volt töltve, azért nem töltöm fel, meg azért nem csinálom a gaszkia közötte, hogy ne száradjon ki a föld. Ez az egy, nem nyúlok hozzá. Nincs semmi értelme kigazolni, mert csak kiszárad a föld. Na, szóval akkor így körülbelül a végére is értem a kertnek. Most már csak ilyen apróságok vannak. Egy kis ez, egy kis az. Az idén lesz, úgy látom, egy rakás körténk. Úgy néz ki, hogy lesz körténk. Bár én nem ehetem meg a körtét.
Na, és itt is van leszaporított borbogyó. Ide is ültettem, szóval ezt a kerítést be akarom vele futtatni teljesen. Itt is volt egy, de az kipusztult. És akkor itt van még egy borbogyó, ami szintén ma az idén is terem. Micsoda izé kert, nem? És akkor még ültettem valamit, mindjárt megmutatom. Úgy voltam vele, hogy jön az eső, és akkor meglocsolja. Hát, bebaszott, mert nem jött az eső. Na, hát szóval akkor így nézünk ki júliusba. A kert körképe. Július, ugye? Ja, július van. Szóval július eleje.